Az eredeti 22 napi rendi pont mellett még egyet tárgyalt a képviselőtestület az áprilisi ülésén. Horváth Zoltán képviselő nyújtott be egy előterjesztést az Európai Bérunió polgári kezdeményezés támogatása ügyében, amit a testület felvett a napi rendi pontjai közé, így összesen 23 napi rendi pont volt, amik között szerepelt a hagyományos, valamint az iparosított technológiával épült lakások energiamegtakarítást eredményező pályázatának a kiírása. Mind a két pályázatra, a hagyományos épületekre is, és az iparosított technológiával épületekre is 55 millió forint áll rendelkezésre. Ugye itt lehet pályázni az energiatakarékos beruházásokra, de egyszerre lehet pályázni több beruházásra. Ugye egyrészt van az épületeknek a hőszigetelése, másrészt vannak a nyilászárók, harmadrészben vannak a megújuló energia felhasználása, hogy ennek is vannak lehetőségei. Ami fontos ezeknél a kiírásoknál, hogy lakásonként maximum 500 ezer forint igényelhető, kivéve ha több mindenre is kér támogatást a pályázó, akkor a keretösszeg 700 ezer forint. A felhívás április 24-től lesz elérhető a város honlapján. A grémium a város arculati kézikönyvét is elfogadta, ami az új logó megfelelő alkalmazását írja elő. A testület arról is döntött, hogy Paks csatlakozik a Klímabarát Települések Szövetségéhez. Gyakorlatilag egy olyan viszonylag alacsony tagdíjjal fizetett társulásba csatlakozunk, ahol a klímabarát intézkedésekhez és a klímafenntartáshoz kapunk tanácsokat, illetve információkat. Ez a településnek is előnyös. A város ezzel egy 2009-ben megalakult szervezethez csatlakozott, aminek az éves tagdíja 100 ezer forint. A szerződés ünnepélyes aláírása április 24-én lesz az Energiaházban. Egy alapítványi támogatás odaítéléséről is döntés született. A Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola pusztahencsei tagiskolájába járó gyerekek május 20-ai kirándulásához járult hozzá, közel 100 ezer forinttal az önkormányzat. A grémium zárt ülés keretében a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola és a Tolna megyei Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény intézményvezetői állására kiírt pályázatokat is elbírálta. Úgy döntött az önkormányzat, hogy a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola intézményvezetői pályázatába nem rendelkezik kellő tudással és ismerettel, hogy támogatni tudja bármelyik jelöltet. A Tolna megyei Egészség és Gyógypedagógiai Módszertan Intézményére pedig Rajkóné Kis Ágnes pályázatát támogatja az önkormányzat. Az ülést követően Süri János Paks polgármestere elmondta, a tárca nélküli miniszteri kinevezését követően május 2-től 30 napja lesz lemondásra a polgármesteri tisztségről, így május végéig polgármesterként is dolgozni fog Paksért. Hozzátette, a képviselőtestület ezt követően is ugyanúgy ellátja majd a feladatát az általa megnevezett alpolgármester vezetésével.